II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 20 évvel ezelőtt kezdte meg a fiatal kutatók konferenciájának a szervezését, akkor még Barkács Jenő szervezésében is. 2011-ben csatlakozott ehhez a Géniusz Jótékonysági Alapítvány, azóta közösen valósul meg, közös szervezésben valósul meg ez a program. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy minőségileg olyan jó és fontosnak tartja a Magyar Tudományos Akadémia programot, hogy a saját ünnepi rendezvénysorozatába, a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából szervezett tudomány népszerűsítő rendezvénysorozatba is bekapcsolta, így mi annak egyik állomása vagyunk. Hiszen ugye november 3-án ünneplik szerte a világon a Magyar Tudomány ünnepét, hiszen 1825-ben Széchenyi ezen a napon adta éves vagyonát a Magyar Tudós Társaságnak a létrehozására. Nagyon fontosnak tartja a főiskola és a Géniusz Alapítvány is, hogy a tudományos utánpótlás Kárpátalján biztosítva legyen, hogy támogassuk azokat a fiatalokat, akik egy nagyon nehéz pályára szánják el magukat, a kutatói pályára, hiszen nem könnyű munka ez, lehet, hogy nem kapálni kell, de attól ez még nagyon fontos és nagyon nehéz feladat. Nagyon fontos számunkra, és nagy öröm, hogy 19 előadó jelentkezett az idei előadásra, 19 fő jelentkezett az idei konferenciára, 10 a humántudományi és 9 a reáltudományi szekcióban adnak elő, és hozzájuk 24 szakmai bizottsági tag csatlakozott, hiszen ugye itt nem zsűri van, itt szakmai bizottság van, mert nem pontozzák a hallgatókat, nem állítanak rangsort közöttük első, második, harmadik hely, mint ahogy ezt megszoktuk a tudományos diákköri konferencián, az ugye májusban van, és ott van egy rangsor, hiszen onnan ki kell jutniuk az országos tudományos diákköri konferenciára. Itt a fő cél, hogy a fiatalok, ugye 35 évnél nem idősebbek jelentkezhetnek erre a konferenciára, segítséget kapjanak a tapasztalattal rendelkező szakmai bizottság tagoktól ahhoz, hogy a doktori disszertációjukat vagy valamilyen tudományos munkájukat elkészítsék. Tehát ez egy tudományos fórum, tapasztalatgyűjtés és információgyűjtés egy-egy munkának a megírásához. Egyébként 8 felsőoktatási intézményből csatlakozott hozzánk a 24 szakmai bizottsági tag, 13-an a humán és 11-en a reál szekcióba, illetve tehát vannak köztük a Pázmány Tudományegyetemről, Pécsről, Veszprémből, Nyíregyházáról, a Debrecen Egyetemről, az ELTE-ről is minden, tehát nagyon sok tudományos területet is lefednek, hiszen látható az, hogy több a szakmai bizottsági tag, mint maga az előadó. Ez nem véletlenül van így. Az a legfontosabb és legnagyobb célja ennek a programnak, hogy minél több oldalról kapjon szakmai, tudományos támogatást a fiatal ahhoz, hogy megírja a tudományos munkáját. A Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság Bethlen Gábor alap támogatja a mai rendezvényünket is, és ennek az ünnepségnek a keretén belül adtuk át azokat az elismerő okleveleket is, amelyek arról szól, egy köszönetet fejeznek ki azok számára, akik a 20 év során aktívan részt vettek ebben a munkában, szinte mindig bizottsági tagok voltak, számos diákot készítettek, számos fiatalt mentoráltak ahhoz, hogy fiatal tudóssá váljanak, hiszen ahogy a képek is mutatták, nagyon sok fiatal kutató, aki annak idején előadó volt a Fiatal Kutatók Konferenciáján, ma már mint zsűri tag, vagy szakmai bizottsági tag, vagy mentor van itt ma közöttünk, illetve azokat a diákokat is elismerésben részesítettük, akik már korábban legalább 6-7-szer előadást tartottak a 20 év során a konferencián. Ezen a napon került átadásra a Sós Kálmán ösztöndíj is, ami 1,7 millió forintnak megfelelő grimnyát jelent 3 kategóriában. Szakmai szótárak és jegyzetek készítése, ennek az a célja, hogy a főiskolásokat, egyetemistákat a vizsgára segítse szakmai anyagokkal. Vándor Egyetem, itt 9 előadó tartott a hét során előadásokat, 4 helyszínen szakmai, tudományos területüket ismertetve. Ennek az a célja, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a kutatói munkához, vagy valamelyik kutatói szakterülethez és bekapcsolódjanak a tudományos műhelyekbe. És a harmadik rész ez a szakdolgozottak diplomamunkáknak a díjazása, amik nagyon pozitívan lettek értékelve az oponensek és a vezetőtanárok által is, és így összesen 44 ösztöndíjat tudtunk ma átadni. Minden elért eredményhez és sikerhez ezúton is gratulálok a Sós Kálmán ösztöndíjprogram előadóinak, illetve részeseinek, valamint a
tudományos diákkonferenciának a résztvevőinek is, és nagyon sok sikert, eredményt kívánok számukra a jövőben is, hiszen a tudományosság egy nemzet jövője, a beléjük vetett bizalom, az ők támogatása egyben a kárpátaljai magyarság boldogulását is jelenti. És nagyon fontos az, hogy ezekkel a rendezvényekkel megszerettessük, közelebb hozzuk a fiatalokhoz a tudományt, és megértessük, hogy a világban zajló kihívásokra, problémákra, nehézségekre és azoknak a megoldására